Üdvözlet mindenkinek, és salom! Valakinek kérdése van, javaslata vagy hozzászólása, megtalál minket ezeken az elérhetőségeken, és egyben lehetősége van mindenkinek arra, hogy amennyiben hasznosak találja a munkánkat, hozzájáruljon ahhoz. Így még több emberhez el tud jutni az információ, és nem csak egy oldalú lesz ez a folyamat. Köszönet, hála és dicsőség Abba Yahuának! Abba nem is tudott volna egyértelműben fogalmazni az ügyben, hogy mi az, amit ő elvár tőlünk. Ez a 66 könyv, amit mi úgy ismerünk, hogy a Biblia elmondja az ő akaratát az ő gyermekei számára, hogy mi az, ami szerinte helyes, mi az, ami szerinte jó, és hogy nekünk hogyan kellene járnunk. Minden, ami benne van ebben, az egy csodálatos napon, testé lett és az emberek között járt Jahusáha Másiach, aki Abjahua Kodesh Ruachja által, egy tökéletes példát mutatott nekünk, hogy hogyan valósul meg ez az életben. Minden, amit tehát ő tett, az azonos azzal, ami le van írva. Minden, amit Jahusa Hamásiák tett, mondott, gondolt, ahogyan ő élt és járt, azt bizonyossággal mi az életünkbe átvehetjük, tudván, hogy végül is az fog minket megítélni az utolsó napon. Ellenben minden, amit nem csinált, azon nekünk nem kell foglalkoznunk, hiszen azt Ábjáhua nem tartotta fontosnak. Amit nem írt le, amiről nem volt szó, a proféták nem beszéltek róla, vagy az egyéb írások nem írtak, azon nekünk nem is kellene foglalkoznunk. Így tehát felmerül a kérdés, hogy hogy lehetséges az, hogy az a két és fél milliárd keresztény, aki a világon él, teljes szívből, teljes lélekből, teljes elméből részt vesz a karácsonyban és az úgynevezett télapó ünnepségeken. Tudván, hogy egyetlen egy mondat, de még csak szó sem esik róla az írásokban, hogy nekünk ebben részt kellene vennünk. Ez egy tökéletes példa arra, hogy az emberiség a tudatlan lázadás során csak mennyire távol került Abjahu a szavától és az ő instrukcióitól. Figyelmeztetett minket Jeremiáhú tízes fejezetben, ez talán az egyik legegyértelműbb a sok közül, Halljátok meg a szót, amit Jahua szól nektek, és a elháza. Azt mondja a Jahua, a pogányok útját el ne tanuljátok, és az égi ne féljetek, mert a pogányok félnek azoktól, mert a népek báványai csupa hiába valóság. Megmondta, hogy ne tanuljuk el a pogányok szokásait. Semmilyen körülmények között ne vegyünk részt abban, amit ezek az emberek csinálnak. Mindaz, amit ők kitaláltak, az egy hiába valóság. Hebel, de még ha csak hiába valóság lenne. Ez egy útállatosság számára. Gyűlöli ezt látni, hogy mi részt ezekben a szánalmas dolgokban, akár mennyire is jónak tűnik az. Még egy dolgot ezen a ponton hajt tegyek hozzá, az pedig az, hogy Ábia megtiltotta nekünk azt, hogy hazugságokat terjesszünk a világban. Akár fele barátunkról van szó, akár a világról, vagy bármi másról. Mi nem állíthatunk valótlanságot. Nem arról van szó, hogy mindenki hibátlan vagy ezek után tökéletes, de szándékosan nem terjeszthetünk hazugságot, és a télapó mese és a karácsony az mind a kettő hazugság. És nehezen tudom megérteni, hogy hogy ad felmentést magának az emberiség ez alól. Pontosan ez a nehéz az útban, és abban, hogy az ember felismerje az ellenséget az életében és másokban probléma, amivel szembenézünk, sohasem fekete-fehér, sőt, ahogyan az idő halad előre, egyre komplexebbek ezek a kihívások, illetve tesztek. Ez a lényege az egésznek. Ábjahua engedi az ellenséget, hogy teszteljen minket, hogy lássa, hogy visszamegyünk-e az ő szabához, és azon keresztül vizsgáljuk meg a helyzetet, és a megoldást is onnan merítjük-e. Gondoljon csak bele mindenki, hogy milyen hatással van ez az ő saját életére, az ő gyermekének az életére, és az egész világ sorsára nézve. Minden bűnnek megvan a következménye, ha a fél világ kollektíve hazudik, akkor mekkora következménye lesz annak, és van, hogyha körülnézünk, akkor láthatjuk. Kezdve onnan, hogy a karácsony a kis Jézusnak a születésnapja, ami egy hazugság. Legalábbis ez lehet, hogy a kis Jézus születésnapja, de az biztos, hogy Jahusáha másiák nem ekkor született. A legtöbben pedig tudják ezt. Akkor az ajándékot hordozó, kövér öregember, hogy eljön az északi sarkról, a rénszarvasok által húzott szánon, bemászik a kemencébe, a kéményen keresztül és ajándékokat dugdas az okniba, miközben a szülők csinálják ezt. Ez egy egyértelmű hazugság. Persze mondhatnánk azt, hogy ez ártalmatlan, de ez nem így van, semmi sem ártalmatlan. Ami hazugság, az hazugság. Visszatérünk Kábiahu a szavához, megvizsgáljuk azon keresztül a cselekedeteinket, rájövünk, hogy milyen szánalmas dolgokat csinálunk, és kiavítjuk azt. De egy életen át az hazudni, hogy ha majd jó gyerek leszel, akkor a télapóhoz ajándékot, miközben én vagyok az, aki belerakom az ajándékot a gyereknek az okniába, az szerintem egy probléma. Hagyni, hogy felnőjön a gyerek abban a hitben, hogy a karácsony az a megváltónak a születésnapja, miközben semmi köze nincs ahhoz, és mindenki ezt mondja az egész világ, sőt ezt tanítjuk az iskolában, az szerintem egy másik probléma. Én arra buzdítok mindenkit, hogy tegye azt, amit én teszek, meg amit tettem mindez idáig. Vizsgálja fölül a viselkedését, meg a cselekedeteit, a gondolatait, a beszédét, és próbáljon meg alakulni. Nem arról van szó, hogy én vagy bárki tökéletes vagy hibátlan. Arról van szó, hogy meg kell próbálnunk változni, és mindenképpen fel kell hagynunk ezeknek a hazugságoknak a terjesztésével, mert akkor olyanok leszünk, mint a világ. Ez a Ikra 18-as fejezet 3-as vers, ne cselekedjetek úgy, amint Mitzraim földén cselekesznek, ahol laktatok, és úgy se cselekedjetek, mint Kanán földjén cselekesznek, ahová beviszlek titeket, se azoknak a rendtartásai szerint ne járjatok. Ez Huká Rendelet, előírás, egy gyakorlat, vagy pedig egy szokás? Ne vegyél részt ezeknek az embereknek a szokásaiban, és ne vegyél részt semmiképpen ezeknek az embereknek a gyakorlatában. Az én végzéseim szerint cselekedjetek, és az én rendeleteimet tartsátok meg azok szerinti járván, ez jelak. Én vagyok, Jahúa, a ti Elohimetek. Tartsátok meg azért az én rendeleteimet és az én végzéseimet, amelyeket, ha megcselekszik az ember, él azok által. Azt kellene cselekednünk, amit ő mondott, mindazon dolgok, amik le vannak írva ebben a könyvben, azok vonatkoznak ránk, az ő népére. Nem a magyarok istene, nem a magyarok szokásai, vagy öltözete, vagy költészete, vagy irodalma, de nem is az európai. Vagy a mit tudom én milyen. Ha csinálja a világ azt, hogy menjenek ők azok után a rendeletek után, hiszen ők oda tartoznak. Ennek az egésznek az a lényege, hogyha mindenki azt csinálna, amit ő mond, legalábbis az ő gyermekei azt csinálnák, akkor kitűnnének a világból azzal, hogy ők mások, hiszen az egész világ ugyanazt csinálja manapság. A télapó ünneped megtartja, gyakorlatilag boldog, boldogtalan, hindu, buddhista, ateista keresztény, teljesen mindegy. Azért, mert ők a világhoz tartoznak, és azt csinálják, amit a világ csinál. Mindenki azt követi, és azt tiszteli, akinek a rendtartásai szerinti jár és éli az életét. Ha valaki a télapú ünnepségben részt vesz, én nem azt mondom, hogy ez egy rossz ember, vagy gonosz, vagy én elítélem. Az, ami le van írva, az ítéli elő. Jesi Áhú 8-as fejezetben a 11-es vers így szól, mert így szólt hozzám, ja rajtam lévén erős keze. Hogy ő tanítson engem, hogy enépnek az útján ne járjak. Ezt megbeszéltük, nem is olyan réges, csodálatos, Jász szár, amiről beszél. Fed, igazgat. Arról beszél, hogy jahuha az, aki igazgat és irányít engem, aki koordinál. Megver, fenyít, fed, figyelmezte. Mutatja nekem az utat, és azt mondja, hogy enépnek az útján ne járjak. Ugyanezt mondaná nekünk ma, és mondja. Figyeljetek oda, ne csináljátok azokat az ostobaságokat, amiket a körülöttetek levő emberek csinálnak, mert ez egy utálatosság számomra, mondja Jahua. Ti ne mondjátok összeesküvésnek, valamit a nép összeesküvésnek mond, és a félelme szerint ne féljetek, és ne rettegjetek. A seregek urát, Jahua Cebá, őt különítsétek el, őt féljétek, és őt rettegjétek. Akinek a parancsolatait és rendelkezéseit az ember végrehajtja, az az, akit elkülönít magának, akit fél, akit retteg, akit tisztel. Az a nagyszerű a világban, hogy ártalmatlannak tűnik, de pontosan ez a lényeg, hogyha egyértelműen gonosz lenne, akkor mindenki tudná, és nem lenne részt benne. A karácsony még mindig egy olyan orgia lenne, mint a Szaturnália volt néhány évszázaddal ezelőtt, akkor senki nem venne részt benne, aki kereszténynek vallja magát. Bár ebben már nem vagyok biztos, de az a lényeg, hogy megváltoztak ezek a szokások, de a szellemiség mögötte az ugyanaz. Az pedig a lázadás, az, hogy mást csinálni, mint amit Abjahua mondott. Kezdjük a Wikipédiával, az lesz a legegyszerűbb angolul, ugye ez Santa Claus, magyarul pedig Mikulás vagy Karácsonyapó, ez a karakter. Így vagy úgy, ajándékot osztogat ez az, amiért mindenki szereti legalábbis a gyerekek. Az angol száz világban különösen népszerű, ezen túl főleg a protestáns országokban, ami egészen elképesztő, Németország, Hollandia, Skandinávia, Észtország és Lettországban is. Hasonló a magyar Mikuláshoz, végül is ez ugyanaz. Ott karácsonykor osztja az ajándékot, itt pedig december 6-án. Szent a Klaus figurája 19. század elején jelent meg az USA-ban, holland bevándorlók hagyományainak hatására. Már az 1770-es években feljegyezték a holland telepesek Szent Miklósnak szentett ünnepét, az amerikaiak pedig hamarosan népszerűsíteni kezdték az ajándékhozó Szent Miklóst. 1809-ben történetet írtak a repülőszekéren utazó jutalmazó püspökről. 1821-ben egy költemény már Santa Clausnak nevezi ami az eredeti név class angol verziója, rénszarvasok által húzott szánon ülő piros köpenyes alakként ábrázolja, függetleníti a vallásos jelentőségtől és Szent Miklós ünnepe helyett karácsonyhoz köti. Az 1880-as években nyerte el modern, mai kinézetét és tulajdonságai testes, kedélyes ember, hosszú fehér szakállal, szőrmével szegélyezett piros kabátta, ajándékkal teli puttony cipelve. Ekkortól ábrázolják felnőtt emberként, korábban manóként, tündérként hivatkoztak rá. A manó tündér dologba majd később velemegyünk, de ezek visszautalnak egyrészt a bukott angyalokra, másrészt pedig a démonokra. Biztos vagyok benne, hogy ez hihetetlenül hangzik a legtöbb ember számára, de helyzet az, hogy Mikulás, ugyanúgy, ahogy az összes többi szent, az gyakorlatilag a bukott angyalok és a démonok közül kerül ki, és az emberek őket imádják tudatlanságukban. Népszerűsége növekedésével Santa Claus vagy Mikulás Európába is behatolt, több országban kiszorítva a népi vagy vallásos karácsonyi figurákat. Nagy-Britanniában már az 1870-es években átvette a karácsonyi ajándékoztó szerepét, melyet az angoloknál korábban a zöldbe öltözött, magyar koronás Father Christmas töltött be karácsony apó. Zöldbe öltözött úgy, mint hogy egy manó, a magyar pedig a fagyony. Franciaországban, Olaszországban a karácsonyt jelképező Betlehemet a II. világháború után szorították ki a Santa Clausra alapozott karácsonyapó figurák. Az amerikai Egyesült Államok tehát újra csak az, az erő és az a hatalom, amely elterjeszti ezt a pogány szokást a világban, ugyanúgy, ahogy sok másik. Azért, mert az USA a nagy Babilon, ami megfertőzi az egész világot ezekkel az útállatosságokkal. A National Geographic cikkében, ahogyan azt általában két gyermekkel ábrázolják egy fiú és egy lány társaságában, hasonlóképpen érdekes módon, ahogyan Baphomet megjelenik, amit szerintem nem is nagyon kell magyarázni, hogy ki is az, akit ő ábrázol. A világ imádja ezeket a karaktereket, a bukott angyalok és a démonok félrevezetik az emberiséget, elhitetvén velük, hogy ők mások, mint amik valójában így új értelmet nyer szerintem az is, hogy mi az alakváltó, illetve az, hogy milyen formában is jelennek meg ezek a lények. Nem azt akarom mondani, hogy minden Mikulás az egy démon vagy egy bukott angyal, csak azt szeretném mondani, hogy ezek a karakterek, de ugyanúgy a képregényhősök vagy a filmfigurák, a mítoszok, a legendák szereplői, mind-mind bukott angyalok és démonok, akiket az emberiség a kezdetektől fogva imád. Van, aki tudatosan, de a többség tudatlanságában. A National Geographic cikkéből megtudhatjuk, hogy a télapó előde az a mediterrán tengerparton született az egykori római birodalomban. A legenda aztán tovább fejlődött Észak-Európában, és végül az amerikai Egyesült Államokban, az Új Világban nyerte el a végső formáját. Jelenések könyve 12. fejezetben a 9. vers így szól, vetteték a nagy sárkány, a már régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és satánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetetik a földre, és az ő maláhjai ő vele együtt levettetének. Ez az elhiteti, ez nem más, mint eltéveit, elámítja, elcsábítja, félrevezeti, vagy letéríti az útról, elcsalja, becsapja, megcsalja, rászedi, megtéveszti. Hát nem ez az, ami történik. Mikulás, télapó, karácsony, az egész világot, teljesen mindegy, hogy merre megyünk, minden kontinensen megy ez a hazugság. Akár hova nézünk. Az egész világot eltéveítette és eltérítette a helyes útról az ellenség. Hogy lehetséges az, hogy olyan kevés dolog az, amiben egyetértünk, de ezek az ünnepek valahogy úgy tűnik, hogy azok közé tartoznak. Bármerre megyünk is a világon, mindenhol ugyanazt látjuk. Azért, mert az ellenség Hásatán és az ő maláhjai megtévesztették és félrevezették az egész világot. Mellesleg ez a kép, ez itt Héber írás, úgyhogy ez Izraelben van. Ez pedig, hogyha megnézzük, akkor Kínában. Hogy lehetséges az, hogy mindenki részt vesz ebben az útállatosságban. Ez egy rejtély számomra, hogy hogy nem lehet ezt látni. Annyit tudunk, hogy Szent Nikolász a harmadik, illetve a IV. században élt. Íme itt egy Szent Nikolas Bazilika Báriból, Olaszországból, ami a 11. században épült. Ezt az ikont még meg akartam mutatni, mert ezen annyi szabad köműves, illetve okult szimbólum szerepel, amennyi csak elfér, beleértve a jól ismert kézjelt is, ez nikolasz. Szent Nikolás 280 körül született Görögországban, vagyis a Görög Birodalomban akkor. Mirában lett bishop, amely a mai Törökországban van, azonban akkor a római birodalomhoz tartozott. A legenda szerint óriási lendülettel és elszántsággal védte a keresztény egyházat, a nagy üldöztetés idején 303-ban, amikor a bibliákat égették és a papokat kényszerítették a kereszténység feladására, akár halálbüntetés terhe mellett. Nikolász éveket töltött börtönben egészen addig, amíg Konstantin római uralkodó véget nem vetett a keresztények üldözésének 313-ban a milánói rendelettel. Állítólag számos csodát hajtott végre, és az ő tisztelete évszázadokkal túlélte őt, ő volt, többek között az árvák, a tengerészek, illetve a rabok és a foglyoknak is a védőszentje. A mai előkelő pozícióba 1200 körül került, amit megtudhatunk Jerry vagy Gary Baller Santa Claus a Biography című művéből, főként a következő két történetnek köszönhetően. Az elsőben Nikolász Püspök titokban három zsák aranyat adott három prostituált lány édesapjának, és ezzel őket meg tudta menteni ettől az életformától. A gyermekek védőszentjévé akkor vált, amikor egy elég rettenetes bűntényt megérzett, és aztán végül is megoldott, egy fogadó tulajdonosa három kisfiút megölt, és aztán a feldarabolt testüket a pincékben, hordóban tartósította volna, de ugye Nikolász Püspök rájött, erre kinyomozta, és aztán feltámasztotta ezeket az áldozatokat. 1200-tól 1500-ig ezek után Szent Nikolás a december 6-ai időszak egyed uralkodójává vált, és minden ünnepnek a középpontja lett. Időközben szépen, lassan magára öltözte az európai istenségek bizonyos tulajdonságait, úgy, mint a római Szatornusz vagy a skandináv Óden. Innen a fehér szakál, illetve a mágikus erő, melynek segítségével képes repülni. Megkövetelte a gyermekektől azt, hogy imádkozzanak és jól viselkedjenek. Ez az tehát, amiben részt vesznek az emberek manapság, december 6-án. A protestáns reformáció idején persze rájöttek ezek az emberek, hogy Szent Nikolásznak semmi köze nincsen a kereszténységhez, és ezzel az uralma véget ért. Az ajándékoztás szerepe aztán átkerült a kisbaba Jézusra, csak az olyan furcsán nézett ki, hogy hogyan hozhat egy bébi ajándékot, ezért kitaláltak egy újabb karakter. Ez egy ijesztőbb forma volt, Ruklaus, vagy Ashen Aschenklaas, más néven Peznikel, ezek a karakterek jó magaviseletet vártak el a gyermekektől, és amennyiben ez nem teljesült, rákényszerítették azokat, hogy szembenézzenek a következményekkel, úgy, mint az ostorozással, vagy akár a gyermekrablással. Innen fejlődött ki aztán később az, amit ma úgy ismerünk, hogy télapó. Magyarul ez a karakter ekkor Krampus volt talán. Hollandiában nem szűnt meg Szent Nikolás úgy, mint hogy az ajándékhozó, és ők ezt magukkal vitték az új világba, ami ma az amerikai Egyesült Államok, a félelmetes párja szintén vele utazott ez a Krampus. Az Egyesült Államokban a kezdetekkor karácsony nem volt egy modern ünnep vagy munkaszüneti időszak. New Englandben például be is tiltották, máshol pedig ugyanolyanná vált, mint a korábbi pogány Szaturnália, ami gyakorlatilag egy orgia lett. 19. század elején az néhány költőnek és írónak köszönhetően karácsony ismét csak egy családi ünnepé változott, és Szent Nikolás is feltámadt. Idéző jelesen természetesen. Washington Irving 1809-es Boxer's History of New York című könyve volt az, Szent Nikolas pipával a szájában a háztetőkön röpködött a szányán, és ajándékot kézbesített a jó lányoknak és fiúknak, és virgácsot a rosszaknak. 1821-ben jelent meg először az, amit úgy ismerünk, hogy Santa Claus vagy Télapó, az a The Children's Friend című műben, amit egy ismeretlen szerző alkotott, ez egyébként egy vers volt. Szent Nikolas ekkor már teljesen, Szent Nikolas ekkorra már teljesen le volt csupaszítva mindenféle vallási vonatkozástól, ajándékokat osztogatott a jó fiúknak és lányoknak, és egy bérs veszővel tanította őket Móresre, hogyha szükséges volt. Ekkor még mindössze egy rénszarvas húzta az ő szányát. 1822-ben Clement Clark Moore, A Visit from St. Nicholas című írásában, melyet ma The Night Before Christmasként ként ismerünk, jelent meg a ma jól ismert, túlsúlyos, jókedvű télapó, aki a szányán szágoltozik, melyet 8 darab rénszarvas húz. A 19. század végén nyerte el azonban a mai formáját ezt a jókedvű, dagat nagyapaszerű karaktert, aki pirosba öltözött szörme szegéllyel és az északi sarkról szállítja az ajándékait 8 rénszarvas által húzott szánja, egy szemmel figyelemmel tartván a gyerekeknek a viselkedését is. Ez egy kép a Télapóról 1880-ból. Ekkor aztán ugye már, amikor megvolt ez a karakter, Észak-Amerikából visszavándorolt Európába, és megjelent Franciaországban, mint Père Noël, vagy Nagy-Britanniában, mint Father Christmas, és Magyarországon, mint a Télapó. Bálar azt mondja, aki ugye írta azt a könyvet, amiről szó volt az elején, hogy gyakorlatilag a Grimm tündérmesék karaktereit ötvözi, a középkorból a télapó. Az Encyclopedia Britannica elárulja számunkra azt, hogy a mai megjelenése Thomas Nessnek köszönhető, aki 1863-ban a Harper's Weekly-ben ábrázolta őt hasonlóan a mai megjelenéséhez. 1863-ból ez az a kép, amit már ugye megnéztünk nem sokkal korábban. A vers a Visit from St. Nicholas vagy The Night Before Christmas 1823-ban jelent meg, erről is beszéltünk az előző cikk kapcsán. Ezek után pedig mindenki számára ismerős lehet a Coca-Cola. Télapó karaktere ez 1931-ben, Hedon Sunblum révén vált népszerűvé, és íme itt is van. A Télapó az Északi Sarkon él, a feleségével, itt tölti az évet és ajándékukat gyárt, az ő elfeinek a segítségével, és ezeket aztán szállítja azoknak a gyerekeknek, akik kérik karácsonyra. Karácsony este megtölti az ő szánkóját, és elviszi ezeket a játékokat, elrepül házról házra, országról országra, nyolc rénszarvas repíti. Lecsúszik a kéményen, és benne hagyja az ajándékokat az ott kifüggesztett zoknikban. Nem fogom felolvasni még egyszer Szent Nikolasz történetét, gyakorlatilag megismétli itt az, amit olvashattunk korábban a National Geographic cikkében. Ez már history.com, ahol arról írnak, hogy december 6-a a, a Szent Nikolás ünnepe, gyakorlatilag ő az, akinek a tiszteletére ezt elrendelték, illetve hagyomány őrzi, és ez egy szerencsés nap, hogy nagyobb beruházásokat hajtsunk végre, illetve hogy házasodjunk. Ahogyan korábban olvashattuk, Szent Nikolás szép lassan megérkezett az új világba is, és a New York című magazin arról számol be 1773. decemberében és 1774. decemberében, hogy holland bevándorló családok megemlékező gyülekezést tartottak halálának évfordulóját. A név Santa Claus, ugye ez az angol neve magyarul télapó, vagy karácsonyapó, vagy mit tudom én mi ez, vagy Mikulás, de angolul Santa Claus az Sinterklaasból származik, ami ugye Szent Nikolásnak a holland beceneve. Manapság télapó meg a Mikulás az egybefügg az ajándékozással. Magyarországon ugye ez külön működik, de karácsony itt is az ajándékozásról szól. Most már ugye Mikulás ünnepe is. 1820-ban kezdődött ez a tradíció, amikor is a boltok elkezdték hirdetni a karácsonyi vásárt, és 1840-re az újságokban már külön szekciók jelentek meg az ünneppel kapcsolatos hirdetéseknek ezekben pedig gyakran feltűnt az ekkora már népszerűvé vált Santa Claus vagy Mikulás. 1841-ben Filadelfiában kiállítottak egy életnagyságú Santa Claus vagy Mikulás modellt, ahova több ezer gyermek ellátogatott. Ezek után már élő Santa Claus vagy Mikulások is megjelentek a különböző boltokban, hogy oda csalják az érdeklődőket, különösen a gyerekeket. 1890-ben a Salvation Army, ami ugye a felmentő hadsereg, nem tudom pontosan, hogy mi a magyar megfelelője, munkanélküli férfiakat küldött az utcára annak érdekében, hogy pénzt kérjenek a járókelőktől, amit aztán felajánlottak a rászoruló családok. Ezek a karakterek csengővel próbálták felhívni magukra a figyelmet az amerikai városokban. A karácsonyi tradíció aztán az egész világon elterjedt a 18. századi Amerikába, és Christkind vagy Chris Kringle. Volt az a karakter, aki a télapót vagy Santa Claus-t kísérte az útján ez a Christkind, ez Christchild vagy Krisztus gyermek, aki egy angyalszerű figura és Szent Nikolászt kísérte az ő küldetésein az ünnepek alatt. Skandináviában ez a Krisztus gyerek ez Jultomten néven volt ismert, és egy kecskék által húzott szánon száguldozott télapóval, ő maga pedig egy elf forma volt. Eredetileg nyolc rénszarvas húzta Santa Claus vagy a télapó szánkóját. Száz évvel később megjelent Rudolf, aki a kilencedik rénszarvas. Ő pedig a Montgomery Ward áruház egyik dolgozójának Robert L. May-nek az alkotása. 1939-ben írt egy verset, annak érdekében, hogy az embereket becsábítsa és a bevételt növelje ebben az áruházban. Ekkor született meg Rudolf, a piros orrú rénszarvas akit a többi rénszarvas csúfolt az ő nagy, világító vörös orra miatt. Később ez a fogyatékosság azonban hasznossá vált, és ő volt az, aki elkalózolta a télapót vagy Santa Claus a nagy ködben a különböző állomás helyeire. Egészen elképesztő, több mint két és fél millió példányt adtak el ebből a műből 1939-ben, 1946-ban újra kiadták, és három és fél millió példány kelt 1949-ben egy rövid dalt írt Johnny Marks Rudolfról a Rényszarvasról, és az ebből készült Jane Autry felvétel több mint két millió példányban kelt el. Azóta ezt a történetet több mint 25 nyelvre lefordították, az ebből készült tévéfőn pedig 1964 óta bűvöli el a közönséget szó szerint. Szerintem érdekes az a The public domain-nek a cikke, ahol is bemutatják, hogy milyen fejlődésen ment keresztül az évszázadok során ez a karakter, akit mi úgy ismerünk, hogy Santa Claus vagy a Télapó. Ez itt 1686-ból egy rajz, aztán eljutunk később oda, hogy 1810-ben már itt tartunk. 1863 ez, 1864, 1881 ez a jól ismert rajz. 1902, szintén 1902, 1913, 1914 Japánból, 1922, 1930 és végül 1942. Ez már ancientorigins.net és íme egy porté Szent Nikolászról, hogy mennyire hiteles, azt nem tudom, de ez egy verziója. Megtudhatjuk, hogy Szent Nikolás 343. december 6-án halt meg, és halálának estéjén az ő tiszteletére a gyermekeknek ajándékokat adta. Ez az a tradíció, ami továbbél az európai államok egy részében, illetve most már az egész világon, és láthattuk azt, hogy más országokban ez egybeesik december 24-25-tel, amit itt ugye karácsonynak hívunk. A lényeg így vagy úgy, hogy ez nem más, mint a szenteknek a tisztelete, ami egy igen fontos tradíció a katolikus egyházban. Remélem feltűnt mindenkinek, hogy Szent Nikolásznak hívják. Mirában az ő sírja egyébként egy népszerű zarándokhely. Korábban már láthattuk azt az ő tiszteletére épített bazilikát Báriban, ahol állítólagosan az ő maradványai vannak. Mirából költöztették át oda 1087-ben. Azóta pedig ez egy népszerű zarándokhely. Ez egy freskó Szent Nikolaszra. History.co.uk azt írja, hogy az eredeti karácsony apó a 17. században ugyan rendelkezett szakállal, de az nem volt fehér, és a ruhája is inkább zöld volt, mint sem piros. Az őt kísérő elfek egyébként germán eredetűek és kifejezetten ördögiek, a húsos pite, tej és az egyéb mikulás, illetve karácsony alkalmával fogyasztott ételek pedig hasonlóak a pogány istenségek tiszteletére felajánlott áldozatokhoz, melyek messze megelőzik a kereszténységet. A karácsony apó neve úgy, mint hogy apó vagy father, az a Woden szóba ered, ami nem más, mint Oden. A mindenség atya, az észak-európai, illetve skandináv mitológia fő istene. Figyeljen oda mindenki, hogy mi az, amit history.co.uk ír. Hogyha karácsony apó igazából pontos akarna lenni, és valóban a másiák vagy Krisztus születésének estején szeretne megjelenni, akkor valamikor szeptemberben kellene lecsúsznia a kéményekben. Hogy akkor miért jön december 24-én? Hát azért, mert első Július pápa úgy döntött, hogy december 25 lesz Jézus Krisztus születésének az ünnepe, mivel népszerűsíteni szerette volna a kereszténységet, és úgy gondolta, hogy ez egy nagyszerű ötlet, mivel a pogányok már évszázadok óta Babilontól római birodalomig ünnepelték ezt az időszakot, mivel ez volt a téli napforduló ünnepe, és a tél végének a kezdete, ez az oka annak, hogy a télapó zöld ruhát viselt akkor, és nem pirosat a zöld, ugyanis a tavasz és az élet megújulásának a színe. Ahogyan azt megbeszéltük korábban, Szent Nikolász maradványai állítólag Báriban vannak, Olaszországban és úgy tartják, hogy az ő koporsójából a manna az folyamatosan virágzik, és ez a hit egészen a mai napig megvan. 1087-es érkezését követő első évtizedben már ez a San Nicola Bazilika Európa egyik legfontosabb és legismertebb zarándok helyévé vált. Május 9-ét mind a mai napig ünneplik, ugyanis ezen a napon költöztették ide Nikolaszt. Ez itt Hollandia, hogyha jól értelmezem, Sinterklaas, vagy Télapó, ez pedig a másik, Zweiter Pét, vagy Fekete Péter. Csak hogy mennyire fontos karakter ez a Szent Nikolás, igazából nem tudtam megállapítani, hogy ki is ez, de biztos vagyok benne, hogy valamelyik bukott angyalt, vagy démont reprezentálja, de a vikingek egy katedrális dedikáltak neki Grönlandon, de 1492. december 6-án Columbus Haiti-ban egy kikötőt nevezett Szent Nikolasznak, Floridában pedig a spanyol telepesek Szent Nikolasz Ferrinek nevezték el az egyik bázisukat, amit ma Jacksonville-nek hívnak. Az amerikai puritánok a 16. században betiltották ezeket a pogány ünnepeket, úgy mint a karácsonyt és a télapó ünnepséget, meg Szent Nikolaszt és az egész Mikulás dolgot, de a közemberek annyira szerették Szent Nikolaszt, hogy ez túlélte ezt a tiltást is. Ugyanis ők életben tartották ezt a hagyományt, hogy magyarót, almát és édességeket helyeztek a cipőkbe, melyeket a gyermekek az ágyak mellett, az ablakban vagy pedig a házi tűzhely előtt hagytak. És bár a protestánsok és a puritánok nem vitték magukkal az új világba ezt a hagyományt, a hollandok igen, és bizonyítékokat találhatunk arra, hogy a tradíció fennmaradt a holland új Hollandiában, ez ugye Amerikában van, illetve a német telepesek Pennsylvániában tartottak ünnepet Szent Nikolas emlékére. Szent Nikolás aztán New Yorkba látogatott új év estéjén, és ezáltal az angol szokás, hogy új év éjszakáján adják át az ajándékokat. 1558-tól. Egészen 1847-ig tartott ez, mikor is átkerült Szent Nikolás napjára, ez ugye télapó, december 6. Szent ról megtudhatjuk azt, hogy a 19. század az egy kulturális transformációnak az időszaka volt. New Yorki írók szerették volna úgymond háziasítani ezt az ünnepet, illetve ezeket az ünnepeket. A probléma az volt, hogy miután a puritánok és a kávinist Megszüntették a karácsonyt úgy, mint egy szent időszakot, vagy egy szent ünnepet. A nép még mindig ünnepelte ezt, csak ezek az ünneplések kaotikussá változtak, és általában részek férfiak és nők csatangoltak az utcán mindenféle káoszt okozva. Az alacsonyabb társadalmi osztályok voltak főleg, akik részt vettek ebben, és ez fenyeget az előkelőbbeket. Ez volt az az időszak, amikor ugyanis befejeződött a munka a földeken, és a dolgozók különböző követelésekkel álltak elő. Ez volt az oka annak, hogy elindult ez a mozgalom, hogy átprogramozzák ezeket a tömegeket, és visszaállítják a karácsonyt úgy, mint egy családi ünnepet, ahol mindenki a fa alatt boldogan énekelget és ajándékokat osztogat egymásnak. A különböző keresztény felekezetek ebben az időben december 25-ét nem tartották ünnepnek, és semmiféle vallásos vonatkozása nem volt. Figyeljen mindenki, ez nem egyszerűen egy semleges álláspont volt, sokkal inkább úgy gondolták, hogy ez nincsen összefüggésben azzal, amit a jó hír hirdet számunkra. Ha visszaemlékszünk, akkor látjuk azt, hogy New Yorki írók voltak azok, akik elkezdték, vagyis akik által, ugye a felső osztályok, akik mindig is manipulálták az emberiséget, elkezdték átprogramozni az embereket. Olyannyira, hogy megváltozott a családról és a gyermekségről alkotott képe az emberiségnek. Ez ismerős lehet mára mindenkinek. Elkezdték sokkal jobban óvni a gyermekeket, védelmezni, edzeni és nevelni. Programozni magyarul. Ezáltal megszelidítették a népet, és szépen lassan elfordították erről a káoszról be a boltokba és az otthonokba. Szent Nikolasz ezáltal új tulajdonságokat vett magára hogy megfeleljen a változó időnek. Itt látható néhány illusztráció, az első 1848-ból, ez 62-ből, ez pedig 1869-ből. 1881, 1905 és 1908. A New Yorki elit sikeresen háziasította a karácsonyt, egy új Washington Irving John Pintard és Clement Clark Moore által kitalált Santa Claus vagy Mikulás tradíció segítségével. Ez ugye a 19. század vége és az 1900-as évek eleje. Ezekről a művekről korábban már olvastunk. Az úgynevezett Oxford mozgalom által az anglikán egyház szintén bevette a karácsonyi szokásokat, és a templomi zenészek karácsonyi dalokat énekeltek, majd szépen lassan beengedték ezeket a szokásokat az életükbe. A vasárnapi iskolák pedig több százezer gyermekkel ismertették meg az úgynevezett kereszténységet. Különösen akkor lettek ezek népszerűek, mikor az 1850-es években rájöttek, hogy a karácsonyfa, Santa Claus, illetve az ajándékozás az jelentősen növelte a részvételt. Így tehát, ahogy ők fogalmaznak, a sors különös fordulatot vett, és az új világi Santa Claus vagy télapó, aki többé már nem volt egy vallásos figura, segített visszavinni a karácsonyi szokásokat az egyházba. Ez egészen elképesztő egyébként, itt van néhány rajz 1922-ből, 25-ből, és itt egy másik szintén 25-ből. 1931-es Coca-Cola verzió, 39, majd pedig 1955. Ha most mindenki visszagondol arra, amit olvastunk, akkor láthatja, hogy ez egy hosszú utazás volt Szent Nikolasznak, a harmadik-negyedik századtól, mire eljutottunk napjainkig, a télapóig. És érdekes módon az alapkoncepció megmaradt ez a karakter, aki ajándékot osztogat a gyermekeknek. Ettől függetlenül ez még nem lesz más, mint egy pogány tradíció. Hogyan is gondolhat másként erre bárki? Maga az ünnep neve az, hogy Mikulás vagy Télapó. Szóval ezt a karaktert ünnepeljük. Persze őhoz ajándékot nekünk, de ettől függetlenül még mi közön van nekem ahhoz, hogy részt vegyek ebben, ez egy rejtély. Úgyhogy ha valaki számára kérdéses az, hogy részt vehet-e, vagy vegyen ebben, akkor elmondom, hogyha nem világos ezek után, hogy semmiképpen sem. Felhívnám a figyelmet arra, hogy ez a karakter változott az évszázadok során. Így most mindenkinek lehetősége van betekintést nyerni abba, hogy hogyan is alakul ki egy emberi tradíció. Láthatjuk azt is, hogy hogyan befolyásolják különböző érdekek, amik a háttérben húzódnak ennek a tradíciónak az alakulását. Ez a világ. Így működik a világ és az emberi tradíció. Ezért mondta Ábjahu, hogy ne vegyünk részt ebben. Hogyan is ünnepelhetnék én valamiféle szentet? Ajándékozhatnék a fa alatt. Meg énekelhetnék ilyen dalokat, amiket azért találtak ki, hogy az embereket ide-oda manipulálják. Biztos vagyok benne, hogyha valaki a mélyére ásna, akkor még sokkal több dolgot ki lehetne deríteni erről a karakterről, amit mi úgy hívunk, hogy Télapó vagy Mikulás. De a legfontosabb az, amit még egyszer kiemelnék: hogy ez a karakter folyamatos változáson megy keresztül az évszázadok során. Rakódik rá újabb és újabb réteg, tradíció. Az, amit mi ismerünk, természetes számunkra, de ha visszanézünk, akkor láthatjuk azt, hogy 50-100-200 évvel ezelőtt egészen más szokások tartoztak ehhez. És ha lenne annyi időnk, 50-100-200 év múlva, megint csak más szokások tartoznának hozzá. Ettől függetlenül még ez mindig a világnak az ünnepe marad. Ábja a csodálatosan megfogalmazza ezt Saulon keresztül a második korintusi levélben is. Én ezt ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Bárki, aki jól érzi magát a világban, akár az ismerőseivel, akár a rokonaival, annak el kell gondolkodnia azon, hogy hogyan is járja ezt az utat szerintem. Ne legyetek hitetlenekkel fele másigában, mert mi szövetsége van az igazságnak és a hamisságnak, vagy mi közössége van a világosságnak a sötétséggel? És mi egysége van, ha másiáknak beliálla, Vagy mi a hívőnek a hitetlenhez? Mi egyezése Elohim templomának vagy házának a báványokkal? Mert ti az élő Elohimnek háza vagytok, amint Elohim mondotta, lakozom bennük, és közöttük járok, és leszek nekik Elohimük, és ők nékem, népem lesznek. Annak okáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja a Jahua, a tisztátalant ne illessétek, és én magamhoz fogadlak titeket, és leszek nektek atyátok, és ti lesztek fiaimmá és lányaimmá, azt mondja a mindenható Jahua. Hát akkor mi közön van nekem ezekhez az emberekhez? Hogyan is lehetnék én közöttük? Hogyan is érezheti jól magát bárki? És egyáltalán nem arról van szó, hogy én azt gondolom, hogy én jobb vagyok, mint ők. Arról van szó, amit itt megfogalmaz Abjahua Saulon keresztül. Valakinek kérdése van, javaslata vagy hozzászólása, megtalál minket ezeken az elérhetőségeken, és egyben lehetősége van mindenkinek arra, hogy amennyiben hasznosnak találja a munkánkat, hozzájáruljon ahhoz. Így még több emberhez el tud jutni az információ, és nem csak egy oldalú lesz ez a folyamat. cósone تaložděćšěgabayahuanok haleluja iشalom